Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV esti hírműsorát látják. Lássuk, mivel várjuk Önöket pont ma. Úbeda egy dél-spanyolországi városka, közel 20 ezer lakosa van. Szűk utcái, gót és reneszánsz templomai turisták kedvelt látványosságai. Idén az andalúziai Úbeda városában tartotta meg éves közgyűlését az AVEC, vagyis a Kulturális és Történelmi Városok Hálózata. A találkozón természetesen a pécsi szervezet is részt vett. Ezen a héten helyezték volna ki a Baranya megyei Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat épületén a pollencsapdát. A műveletet egy későbbi időpontra kellett halasztani, a gép felállítása a rossz időjárás miatt hiúsult meg. Tavasz és nyár azonban idén is lesz, így az allergia szezon sem marad el. Oscar-díjas filmek a Mimozingban. A több díjat is nyert Aviátor már napok óta látható, és rövidesen a millió dolláros Bébit is vetíti az Uránia mozi. Mindenről és a nap további híreiről tehát pont ma kezdődjék a hírműsor. A dél-spanyolországi Úbeda városában tartotta meg éves közgyűlését idén az AVEC, vagyis a Kulturális és Történelmi Városok Hálózata. A 2005. február 25-26-ai összejövetelen egyebek mellett szó esett az elmúlt év fontosabb rendezvényeiről, beszámolót hallgattak meg a résztvevők a szervezet tavalyi költségvetéséről, de új vezetőtestületet is választott az AVEC. Úbeda Jaén spanyol tartomány közepén, Baezától keletre helyezkedik el, közel 20 ezer lakosa van. A városka szűk utcái, gót és reneszánsz templomai, turisták kedvelt látványosságai. Idén az andalúziai Úbeda városában tartotta meg éves közgyűlését az AVEC, vagyis a Kulturális és Történelmi Városok Európai Hálózata. Nagyon fontos számunkra ez a rendezvény, hiszen nagyon sok európai szakértőt, kulturális ügyekkel foglalkozó politikust láthatunk vendégül. Másfelől ez a hálózat segít nekünk abban, hogy kulturális örökségünket és az ehhez kapcsolódó programjainkat megismertethessük Európával. Az 1997-ben alakult szervezet olyan európai városokat és térségi önkormányzatokat tömörít, amelyek tagjai az épített és a kulturális örökség megóvására, közkincsé tételére és hasznosítására alapozzák helyi térség és városfejlesztési stratégiájukat. Ebben a kis dél-spanyolországi andalúziai városkában, Úbedában tartja meg éves közgyűlését az AVEC, vagyis az Európai Kulturális Városok Hálózata. Itt a mögöttem látható reneszánsz épületben, az Hospital de Santiago-ban gyűltek össze a szervezet 29 tagvárosának képviselői. A szervezet 2005. évi közgyűlése szekcióülésekkel kezdődött. Más-más szakterületekkel foglalkozó bizottságok számoltak be olyan Európai Uniós projektekről, melyre sikerrel pályázhat az AVEC, illetve már folyamatban lévő programokról is szó esett. A mi szempontunkból érdekes és nagyon fontos az örökség és a turizmus kapcsolatának a boncolgatása, illetve hát az európai tapasztalatok összegezése ez ügyben. Újabb más programok is indulnak. A tér szerepe a városok életében egy új pályázati irány, vagy egy olyan minőség szemléletű városfejlesztés, aminek a módszerei most alakulnának. Tehát tapasztalatszerzés, új gondolatok megfogalmazása és új összejövetelek megszervezése az, ami most ránk vár. Le réseau AVEC est un réseau d'échange. Az AVEC hálózat azon alapul, hogy a jelenlévők itt kicseréljék a tapasztalataikat. Francia kifejezéssel úgy fogalmaznék, hogy ez egy spanyol fogadó. Vagyis jöttök, lesztek, hoztok, esztek. Azt várjuk, hogy az örökség területén idehozva a saját elképzeléseinket, a többiek tapasztalatából mi is meríthessünk. A munkabizottságok beszámolóit követően került sor a szervezet közgyűlésére. A plenáris ülésen a testület új tagok felvételét szavazta meg, így ezentúl a portugáliai Idania Anova, a bulgáriai Slivem, az olaszországi Ragusa és a magyarországi Esztergom is része a Kulturális és Történelmi Városok Európai Hálózatának. Esztergom nagyon sok sebből vérzik, egyrészt a régmúlt, másrészt a közelmúlt kapcsán. A jelenlegi önkormányzat zászlajára tűzte azt, hogy fejlődni, fejlődni, fejlődni. Mi ezt a fejlődési folyamatot szeretnénk
ebben meglátni, ebben megtapasztalni. Egyelőre természetesen csak tanulók leszünk. Itt a konferencián is nagyon sok mindent magunkévá tettünk. Figyelünk, hallgatunk, tanulunk, és reméljük, hogy rövid időn belül be tudunk érdemben kapcsolódni ebben a munkában. Két tapasztalatot viszek haza. Az egyik az, hogy milyen lehetőségek vannak a pályázatok otthoni hasznosításában. Tehát elsőben ugye arról kell beszélnünk, hogy Arad, Románia még nem integrálódott, tehát most vagyunk abban a folyamatban, hogy bekapcsolódunk ezekbe a pályázati lehetőségekbe. Vannak olyan pályázatok, amelyek Romániára nem érvényesek, tehát elmondtam, és azt szeretnénk, hogy olyan pályázatokban vegyünk részt, amely számunkra is érvényesek. Ezekről ugye hallottunk. És a másik maga a város, tehát maga egy olyan értékekkel rendelkező és örökséggel rendelkező város, mint Úbeda, ahol odafigyelnek és megfelelőképpen tudták ezt a hagyatékot fenntartani, gondozni. A program során a résztvevők beszámolót hallgattak meg az AVEC 2005. évi munkatervéről és költségvetéséről, valamint megújították a szervezet vezetői tanácsát, melybe most Baranya megye is bekerült az elkövetkező 3 évre. Emellett Baranya vállalta a hálózattitkári feladatait is. Az AVEC elnöki pozícióját a következő 1 évben Pécs és Álvárosa közösen tölti be. Azt gondolom, hogy a Pécs mintát mutat az örökség ápolásában, azzal, hogy létrehoztuk az örökség KHT-t, és ez tulajdonképpen a feltárt és bemutatható pécsi emlékeket megfelelően kezeli és koordinálja. Ezen kívül nagyon fontos például az, hogy ennek az egész szervezetnek a Pécs TV az egyik sajtó kommunikátora és dokumentátora, és hát reméljük, hogy az idegenforgalom, ami most is elhangzott, hogy jobb lenne, hogyha nem csak az örökségnek a művelésével és a városlakók általi megismeréssel, hanem az idegenforgalom bekapcsolásával is foglalkoznánk. Reméljük, hogy errefelé is el fog kiterjed majd az AVEC tevékenysége. Pécs számára fontos tény az is, hogy a magyar város ígéretet kapott az összejövetelen arra, hogy minden egyes AVEC tag támogató nyilatkozatot juttat el a baranyai megyeszékhelynek az Európa Kulturális Fővárosi cím elnyerése érdekében. Ma tartotta soros ülését a Város Közlekedési és Kommunális Bizottsága. A testület levette napirendjéről a távhőfogyasztói árával kapcsolatos rendeletmódosítást, és helyette több új előterjesztésről tárgyalt. Az ellenzék szóvá tette, nem szerencsés az ehhez hasonló hirtelen módosítás, hiszen nincs elég idő az új napirend áttekintésére. A kibővített napirendi sor két talán legfajsúlyosabb témája, a Pécs Expo Center rendezvényközpont Megyeri úti csomópontjának kialakítása, valamint a déli autóbusz pályaudvar építésének közbeszerzési eljárása volt. Mindkét esetben a mielőbbi elbírálás indokolta a napirendi pontba vételt. Épül az Expo Center a füzesdűlőbe, és annak közlekedési csomópontját korszerűsítenünk kell, és erre a költségvetés 275 millió forintot különített el, külön sorba, megcímkézve, és ennek közbeszerzési eljárását kell elindítani, mert nagyon gyorsan megy az idő, és az ősszel szeretnénk felavatni. A másik a déli autóbusz pályaudvar építése, ez már évek óta húzódó ügy, és a költségvetés 175 milliót különített el erre, pályázati pénz is hozzájárul a déli autóbusz pályaudvar építéséhez, de szeretnénk a közbeszerzési eljárást elindítani, hogy nehogy időzavarba kerüljünk itt is. A bizottság fideszes képviselője Gáspár Gabriella az ülés elején kifogásolta, hogy a kiosztásos anyagokra nem volt idejük felkészülni a testület tagjainak, ezért azokról érdemi döntést hozni felelőtlenség lenne. Már többször kifogásoltam a bizottsági ülésen és a jegyzőasszonynak is, hogy majdnem kétszer annyi kiosztásos anyagot kapunk, mint amennyit otthon, tehát előzetesen az ügyrend szerint megkapunk. Most is ez a helyzet. Az egyik legfontosabb téma ez a távhőfogyasztói ára lett volna. Ez ide volt írva, hogy később lesz postázva. Ezt legkésőbb a mai napig meg kellett volna kapnunk, ez nem történt meg. Le is vették a napirendről. Azonban kaptunk egyéb fajsúlyos anyagokat, a Megyeri út,
füzesdűlő csomópont útépítését, aztán a matávvezetékes hálózatok, mind a kettő eléggé vaskos anyag, ami képtelenség, hogy a kiosztásos időbe, tehát 2 perc alatt az ember ezt egyszerűen nem tudja elolvasni. A bizottság végül a Vízvilágnapja elnevezésű rendezvény támogatásáról is döntött, melynek mértéke ezúttal is, mint minden esztendőben, 100 ezer forint volt. A Baranya megyei munkaügyi tanács is ma tartotta soros ülését. A testület napirendi pontjai között a szakképzési hozzájárulás költségi elszámolása, valamint a tanács ügyrendjének korszerűsítése szerepelt. A cégek kötelezően 1,5% szakképzési járulékot fizetnek. Ebből az összegből azonban saját dolgozói képzésére 33%-ot felhasználhatnak. A hozzájárulást igénybevevők pályázatainak, illetve az azzal kapcsolatos költségelszámolásoknak az áttekintésével kezdte munkáját a megyei munkaügyi tanács. Ezt követően a testület ügyrendjének korszerűsítéséről tárgyaltak. Bele kellett tenni olyan részeket, hogy a kirendeltségek létrehozása, a kirendeltségek átalakításának a feladata is kerüljön vele, mert ez az időközben ezt a feladatot el kellett végezni. Szerepel még az anyagunk között a foglalkoztatási programoknak a decentralizált megyei keretének az átcsoportosítása. Erre azért vált szükségessé, mert a KAMÉP-ben akarat című elnevezési programot is finanszíroznunk kell, amit tavaly még központi pénzekből támogatták. Ez a 7.-8. osztályos tanulóknak a szakképzési támogatását szolgálja, és tulajdonképpen erre csoportosítunk át a megyei keretből 68 millió forintot. Óriási érdeklődés mellett zajlott az idei sorrendben az 5. Kamera Hungária televíziós műsorfesztivál sajtótájékoztatója Budapesten a MOM Parkban. Március 18-a és 20-a között Pécs lesz a helyszíne a seregszemlének. A város nevében dr. Toller László polgármester invitált Pécsre minden érdeklődőt a sajtó képviselői által. A Kamera Hungária versenyprogramjára összesen 424 nevezés érkezett, ebből 13 kategóriában 94 pályamunka került a döntőbe, mondta el Koltai Lajos operatőr filmrendező, aki az idei zsűri elnöke. A Kamera Hungária Fesztivál programjairól Cserme Jákos főszervező tájékoztatott. A 3 nap folyamán a televíziós szakma apraja nagyja megjelenik Pécsett. A szakmai programok mellett a közönségtalálkozók és szórakoztató műsorok váltják egymást, melyeknek legfőbb helyszínei a Művészetek Háza és az Uránia mozi lesznek. A Kamera Hungária eseményeiről folyamatos beszámolókat láthatnak majd a Pécs TV műsorán. Most pedig lássuk, mi minden történt még városunkban az elmúlt 24 órában. Rövid hír összefoglalón következik. Megtartotta fogadónapját dr. Sárközi Ferenc megyei rendőrfőkapitány. A dandártábornokot előre meghatározott időpontokban kereshetik fel a polgárok, akik ilyenkor problémáikat mondhatják el a főkapitánynak. Kedden délután 4-en jelentek meg a rendőrség Varga Damján utcai épületében. Mint megtudtuk, egy érdeklődő feljelentést tett, de volt olyan látogató is, aki egy rendőri intézkedést kifogásolt. A rendőrfőkapitányság munkatársai a bejelentésekről feljegyzéseket készítenek, a fejleményekről írásban értesítik a panaszosokat. A következő fogadónap május elején lesz. Egy évvel ezelőtt indították, és már a 11. összejövetelnél tart a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály műszaki karának Építészet ma című előadás sorozata. Kondor Tamás, a program főszervezője elmondta, hogy a sorozatban neves magyar építészeket kérnek fel egy-egy előadás megtartására, majd lehetőség nyílik a hallgatóság reagálására is. Legutóbb Basa Péter mutatta be munkáit az érdeklődőknek. A jövőben az építészet témaköre mellé a társművészeteket, így a képző és iparművészetet is kapcsolnák. A rendezvény egyre népszerűbb az egyetemisták körében, de szívesen bővítenék a hallgatóság körét. A havonta jelentkező előadásokra szívesen látnának minden érdeklődőt, hogy ezzel is népszerűsítsék a minőségi építészetet. Kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni.
József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából országos vers, megzenésített vers és prózamondó versenyt hirdettek. Az országos döntőig több selejtezőnkkel megmérettetődniük a versenyzőknek. Pécsről 24-en indultak. A városi elődöntőn Bartók László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, Sólyom Katalin színművész és dr. Újvári Jenőné, a Városi Könyvtár egykori igazgatója előtt szavaltak a vállalkozó szelleműek. Az előadók között többnyire a fiatalabb, középiskolás korosztály képviseltette magát, de szerencsét próbáltak néhányan az idősebb korosztályból is. A versenyzőknek 6 verssel kellett érkezniük, köztük természetesen egy-egy József Attila költeménnyel. A városi elődöntőről 10 juthatnak tovább a területi versenyre, melyet Komló rendeznek majd. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola 5-ös szakos tanulóinak munkáiból nyílt kiállítás kedden délután az intézmény kék szalonjában. A tűzománc tárgyakat és terveket fél éves kurzus alatt készítették el a diákok. Váradi Bence, az iskola szakosztályvezető művész tanára a Pécs TV-nek elmondta. A diákok a foglalkozások alatt elsajátították az anyag megmunkálásának részleteit, és megtanulták a rekesz, a festő, a sodrony, valamint a beágyazott zománc technikákat. Mint megtudtuk, a zománcozással fél évig foglalkoznak a diákok, ám aki komolyabb tudást szeretne szerezni, annak szakkörök formájában van erre lehetősége. Alig 16 éves és tele van művészi ambíciókkal. Egyelőre még azt sem tudja biztosan, hogy mibe is szeretné kiélni tehetségét, hiszen egyszerre rajzol, fest, ír és színészkedik. Egy azonban biztos, Klajpó Dóra, a Lővei Gimnázium elsős tanulója feltűnően jó fotókat készít. Fotós próbálkozásait eleinte egyedül, autodidakta módon végezte, aztán a beszédes képek hatására azt tanácsolták neki, hogy mélyedjen bele a fotóművészet rejtelmeibe. És ő bele is mélyedt, jelenleg a Pollák Mihály Műszaki Kar fotós iskolájában tanulja fényképezés technikáját. Az ifjú művészt jelenleg az emberi test és az apró részletek megjelenítései izgatják. Klajkó Dóra első önálló kiállítása az Árpádházi Szent Margit Kollégium ifjúsági galériájában tekinthető meg. Bár igen téliesre sikeredett a meteorológiai tavasz első napja, az allergiások már félve gondolnak a nyárra, hiszen a pollenek szinte megkeserítik mindennapjaikat. Ahhoz, hogy tudjuk, melyek a legveszélyesebb napok, információra van szükségünk. Ebben segít a Baranya megyei Pollen Információs Szolgálat, ahol nem sokára kihelyezik a pollencsapdát. Ezen a héten helyezték volna ki a Baranya megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat épületén a pollencsapdát. A műveletet egy későbbi időpontra kellett halasztani, a gép felállítása a rossz időjárás miatt hiúsult meg. A mérőműszert egyébként már több mint 10 éve használják Pécsett, feladata, hogy megmutassa, mennyi virágpor található a levegőben. Ezek az adatok fontosak, ugyanis a pollenallergiások száma évről évre növekszik. Ez egy hirstípusú pollen szempler, ami 7 napot tud regisztrálni folyamatosan, árammal működik, és a beszívott levegő egy ilyen melinex szallagra, arra tapadnak rá ezek az aeroplanktonok, tehát a levegőben lévő pollen, gomba, de a koromszemcsék is, meg más apró részecskék is, és ezeket lényegében minden héten leszoktuk olvasni, mikroszkopon keresztül leolvassuk, és utána ezt számszerűen és szövegesen értékeljük, és a továbbiakban pedig a médiák szokták megkapni, hogy a lakosság értesüljön róla, és az allergológusok, plusz még a Nemzetközi Európai Allergológiai Társaság is felhasználja ezeket az adatokat. Az ANTS szakembereitől megtudtuk, hogy a feldolgozott adatok egy országos központba kerülnek be. Tavasszal a mogyoró és az éger lesz látható a mikroszkóp alatt, majd a nyírfa pollenje kerül a levegőbe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha korán kezdődik a szezon, akkor az sokáig is tart. A Pécsről érkező jelentésekben nem annyira a fák, inkább a gyomfélék pollenjei találhatók meg. Most, hogyha a gyomokat nem néznénk, tehát az utolsó rész, a pollen szezonnak a harmadik részét, mert ott
ott már dobogos helyezettek vagyunk. Ugye a fák szezonjában szerintem itt inkább a fáknál, hogy melyik fákról lenne szó, de így az égerfák a mogyoró esetében, akár a köriseknél is, hogy körülbelül azonos. Mondjuk itt a fák esetében úgy különbséget azért nem lehet olyan nagyot tenni, mert nálunk az tény és való, hogy a nyírfák ilyen összefüggőbb nagyobb részben itt nincsenek, nyírfárdők itt nincsenek. Mondjuk az Alföldön például a nyárfák nagyobb mennyiségben található, és talán a nyír is nagyobb számban található, egyet számban. Tehát ilyen különbségek vannak. Mondom, a gyomoknál ott már mi is dobogossak vagyunk az országban. A rettegett növény a parlagfű pollenje először június végén, július elején jelenik meg a levegőben. Sajnos megállapíthatjuk, a több ezer ember életét megnehezítő növény szép számmal található Baranyában, ezzel országos szinten is a legfertőzöttebb megyék közé tartozunk. Pécsett az Uránia moziban, a Mi mozinkban is megnézhetik az idei év legsikeresebb filmjeit. Közülük több az Oscar-díj átadáson is hangos sikert ért el. Az Oscarról és a filmekről Bauman Ferenccel, az Uránia mozi vezetőjével beszélgettünk. Európai idő szerint hétfőn hajnalban adták át az Oscar szobrocskákat Hollywoodban. Talán kissé meglepetés, hogy a közönség siker Aviator csupán 5-öt nyert el a 11 jelölésből. Tarolt viszont Clint Eastwood filmje, a Millió dolláros bébi, amelyet április 7-től vetít az Uránia mozi. Kedden és szerdán még az Aviator van soron. Ez már lassan ilyen trendé vált, hogy az évi nagy-nagy-nagy aktuális sikerfilm az kapott Oscar díjat. Elég, hogy csak a tavaly évre gondolunk például a Gyűrűk ura a harmadik befejező részére, ami mega siker volt Amerikában és az egész világon, így az Oscar díjosztáson is a fő slágerfilmé vált. Idén egy kicsit meglepetés történt szerintem. Az Uránia mozi nem csupán a sikerfilmeket játsza, így nincs összefüggés a műsor és az Oscar-díjak alakulása között. Idén azonban a mozi jó érzékkel válogatott, így tűzte műsorára csütörtöktől a legjobb külföldi filmnek járó díjat begyűjtő, a Belső tenger című spanyol filmet is. Most így jött össze valóban, hogy az Oscar-díj osztás környékén sikerült hozzánk megkapnunk ezeket a kópiákat, ez különösen öröm számunkra. Mi Európában élünk, és én személy szerint is az Európa a filmnek vagyok a híves, az elkötelezett rajongója. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem az amerikai filmeket, de ha választanom kell, azért elsősorban az európai filmek az, amik fontosak szerintem. Amerikában is nagyon fontosak az európai filmek. Teljesen más az amerikai szemlélet, úgy gondolom, a filmekkel szemben. Az európai filmek egy kicsit talán kívülállnak az amerikai nézői érdeklődésen, ezért is viszonylag kisebb nézőszámok mellett futnak Amerikában az európai filmek. Ezeken kívül március 24-től a Ray című mozit is megnézhetik az Urániában. A film a híres amerikai énekes Ray Charles életét dolgozza fel. Pont ma ennyi volt. Holnap este ismét találkozunk, de addig is folyamatosan friss hírekkel várjuk Önöket. Itt a Pécs TV képernyőjén, s persze az interneten és a teletexten is. Ha van mit hozzáfűzni, ők hívjanak minket, vagy küldjenek üzenetet. További kellemes estét, jó éjszakát kívánok. Viszontlátásra!